Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Cimmerer Károlyné Ircsi, a Kistérség Egyesített Szociális Intézmény vezetője. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy a stúdióban. Én is köszöntelek, és a nézőket is köszöntöm. Amikor itt vagy így januárban a stúdióban, akkor az mindig azt jelenti, hogy egy ilyen évértékelés van az elmúlt évnek az összegzése, illetve az ezévi terveknek a bemutatása. És hát egy pár mondattal kérdeztem, hogy most miről beszélünk, mert ugye az elmúlt év is nagyon hosszú volt, nagyon sok minden történt, meg hogy ez az év is annak ígérkezik. Ezt hogy értetted? Hogy... Hát nagyon nehéz év áll mögöttünk. A kollégáimmal azt gondolom, hogy maximálisan igyekeztünk és oda tettük magunkat, hogy ez működjön ez a történet. Ugye én közel egy éve vagyok az intézmény élén, és a tavalyi évet januárt elindítottuk, és februártól megjelent a Győr-Moson Sopron vármegyei kormányhivatal egy átfogó ellenőrzéssel, ami azt jelentette, hogy 8 telephely minden szolgáltatását mindenféle szempontból ellenőrizték. Ez 43 ellenőrzést jelentett februártól októberig, tehát azért úgy adott a napi feladaton kívül munkát nekünk. Hát és a 23-as év az minden intézménynél úgy indult, hogy a költségvetés racionalizálása, nem teljesen láttuk tisztán a rezsi számláinkat, hogy ez hogyan lesz, hogyan alakul, mennyit tudunk fizetni, illetve azt már 23-ban láttuk, hogy a saját konyha fenntartása az nagyon nagy nehézségekbe ütközik. Májusba elment az élelmezés vezetőnk, illetve a diétás szakács, aki egy személybe ugyanaz az ember volt. Így a szolgáltatás biztosítását én nem láttam teljesen maximálisan biztosítottnak, ezért először egy közbeszerzési eljárást indítottunk, ami nem volt sikeres. És a második megoldás a városvezetéssel közösen az lett, hogy 2024. január 1-től a Moson-Magyaróvári intézményi szolgáltatások közül az étkeztetés biztosítását a Futura Szolgáltató Központ vette át. Ez ezért egy óriási feladat, nyilván a Futura Szolgáltatónak is, illetve nekünk is, ez az átállás, az átszervezés, a kollégáknak az átirányítása, hiszen itt 16 konyhai dolgozónak. Az átirányítás az helyszínt is jelent? Nem. Ez elsősorban azt jelentette, hogy átvette a Futura Szolgáltató Központ az intézményben a konyhai dolgozóinkat, tehát ők most már a Futuránál dolgoznak, és a mi saját konyhánk, ami ugye ott a Soproni utcában működik, ezt a Futura Szolgáltató működteti. Egyébként összességében azt gondolom, hogy nyilván a kezdeti nehézségek, problémák ki fognak simulni, ki fog alakulni. Összességében ez egy nagyon jó megoldásnak tűnik, hiszen a Soproni utcai konyha egy az egybe egy diétás konyha lett, amire nagy szüksége van a városnak, hiszen ez az bizony. Óvodások, az iskolások, de már az idősek körében is nagyon sokan élnek valamilyen intoleranciával, vagy valamilyen betegségükből adódó diétával. Megdöbbentő egyébként, hogy mennyire sok kisgyerek, ez tényleg igaz. De már az idősek igen. körében is ott van a gluténérzékenység, a laktózintolerancia, és van, aki gombára allergiás, tehát hogy nagyon-nagyon sok. Tojást nem ehet, tehát hogy így nagyon. Igen, úgyhogy ez egy hosszú és nagy folyamat volt a mi életünkben, tavaly évben, illetve hát ez nem volt titok a fenntartó részéről sem, hogy az épületeink állaga az eléggé sok kívánnivalót hagy maga után, úgyhogy tavaly Moson-Magyaróvárváros 150 millió forintot különített el arra a célra, hogy az intézményben elinduljon egyfajta felújítás, és valamilyen látható nyoma legyen annak, hogy hozzányúlunk az épületekhez. Már a második kör történt a Soproni utca 65 szám alatt, ahol műanyagablakokat a második körbe cseréltünk, még nem végeztünk, de azért már jól állunk. Illetve tetőt, egy lapos tetőt szigeteltünk újra, beázást szüntettünk meg, festések történtek, illetve a Mosoni Idősek Klubjában jövő héten indul már az étkezőnek az újra lapozása, hogy egy kicsit ott is megújuljon a szolgáltatás. És hát ami nagy öröm volt a tavalyi évben, hogy a Lengyári út 2-ből, hogy a gyerekátmeneti otthont el tudták költöztetni egy családi házba, azt a területet mi megkaptunk. És ez azért öröm, mert a fogyatékkal élők nappali intézményében nagyon nagy zsúfoltság van.
és azzal a területtel, amit ott mi megkaptunk, az már kényelmesebb. Az sokkal kényelmesebbé tette a szolgáltatást, illetve ugye a rezsiválság még okozta, hogy a Szent István király után a naposházat be kellett zárni, és így viszont az autizmussal élő csoport az egy teljesen elkülönülten, kicsit szegregáltan tud működni, de mégis azonos helyszínen, tehát ott van a vezető, ott vannak még kollégák, akik tudnak segíteni. Az emeleti részt pedig a Virágos Kert idősek otthona kapta meg, és ezzel egy betegszobát tudtunk kialakítani, látogatószobát tudtunk kialakítani, egy irodát tudtunk kialakítani, tehát azért ott is nagyon szűkösen vagyunk. Viszont áthúzódó problémánk idénre a Lengyári út 2 épületének az állaga. Tehát az az épület a beázásaival, a folyamatos problémákkal, műszaki problémákkal. Igen, ott mindig volt valami. Az egy nagyon régi panelépület, és az egy nagyon nagy felújításra szorul, amit szintén a városi büdzsével szeretnénk megoldani. Tehát egyrészt költségvetési problémák is vannak, hogy ezt most tudja a város biztosítani, vagy sem. Másrészt, ha azt mondja a város, hogy megtalálja rá a forrásokat, akkor nekünk meg kell oldani, hogy arra pár hónapra valahova elhelyezzük azt a 20 idős embert, illetve a fogyatékossággal élőket, és ugyanúgy továbbiakban is tudjuk valahol biztosítani a szolgáltatásokat. És az ugye, hogyha valaki végig gondolja, akkor ez nem ez egy kis nagyon, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog lesz. Mert nagyon nagy dolog, az idősek is nehezen mozdíthatók, a fogyatékosok is nagyon nehezen mozdíthatók. Így van. És szakszerűen legyenek mozgatva még mindenhez, úgyhogy azért ez tényleg nem kis feladat. De hát minden felújításnak örülünk, minden felújításra szükségünk van, és nagyon sok hozzá kell tenni, hogy mind a felújítások után, előtt, közben, mind nagyon sok támogatást kapunk civil emberektől, cégektől, tehát hogy Moson-Magyaróvár ebből a szempontból valóban egy nagyon jó hely, ezt kell mondanom, és nagyon sok olyan ember él itt, olyan szervezet működik itt, akik az első kérésre ugranak és segítenek nekünk. Tehát a Lengyeli út 2-ben az alsó szintet abszolút önkéntesek festették ki, önkéntesek munkájával szépült meg és korszerűsödött, tehát hogy de bármelyik intézményi egységünk el tudja mondani, hogy mindenhol vannak olyan civil emberek vagy olyan cégek, akik nagyon szívesen segítik, támogatják a munkánkat, amire nagy szükségünk van, hiszen igazából nagyon-nagyon sok forrás igénye van ezeknek a szolgáltatásoknak, hogy ne csak egy átlagos színvonalon vagy szinten tudjon működni az adott szolgáltatás, hanem egy kicsit jobb minőségben, hogy legyenek foglalkoztatási eszközök, hogy néha el tudjanak menni kirándulni, vagy nyaralni az ellátottak, vagy hogy egy-egy kulturális programon részt tudjanak venni, tehát hogy ez meg egy nagyon fontos feladatunk. Most már értem, hogy miért mondtad, hogy milyen hosszú év, és milyen hosszú év volt, és áll előttetek, mert igazából majdnem minden területen van változás, minden területen kialakulóban van valami változás, és ugye ez tényleg ez a nehézség, hogy mindezt koordinálni, mindezt végigélni, hogy még akkor is, hogyha jó a változás, de hogy azért ez nem egyszerű, hogy mindezt így lebonyolítani, úgy, hogy itt azért azt kell elképzelni, hogy közben idősek élnek, minden helyszínen idősek várják az ételt, így ugye van. Az is egy megszokott, hogy akkor milyen legyen, olyan lesz. Az idős ember életében borzasztó fontos egyébként az étel, és mivel ők idős emberek, tehát hogy én végigjártam és kérdezgetem őket, és a legnagyobb probléma, hogy a krumplis tésztán miért nincs több krumpli. Tehát azért ezek nem olyan nagy problémák, de mégis én értem, hogy az idős embernek... Neki ez a probléma. Ez egy nagyon fontos Igen. dolog. Ott ülnek és várják a reggelit, az ebédet, a vacsorát, ez egy napi program, és fontos, hogy az az étel finom legyen, az az étel az ő korosztályuknak megfelelő módon legyen meg elkészítve, és hát nehéz például az újításokat, vagy én nem is szeretném különösebben az ő ízlésvilágukat, vagy az egészséges életmódra nevelésüket 80-valahány évesen elkezdeni, nem gondolom, hogy itt kell, a gyerekeknél ez sokkal fontosabb. Úgyhogy ez is nagyon nagy feladat volt a tavalyi évben, illetve hát ahogy dolgoztunk, azért sok mindent láttam, és sok minden hozott olyan dolgot, amit én egyeztettem a fenntartóval is, és például ugye ez régi téma, ez még az előző vezetésnél is elindult,
aztán abba maradt egy nehéz téma a gondozóház helyzete. Ugye Moson-Magyaróvár város méretéből adódóan kötelező feladat ellátása egy átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek a fenntartása. Ugyanakkor azt látjuk, most már mondhatom, hogy évtizedek teltek el, vagy egy 15 év biztos, hogy az átmeneti elhelyezésből már senki nem kerül haza. Tehát nem jó ellátási forma. Sokkal jobb lenne az időseknek, hogyha már egyszer ezt a nagy krízist átélik, hogy intézményi elhelyezésbe kerülnek. Ha nem is feltétlenül ugyanabba a szobába, mert hogy azért itt változások vannak, én egy kicsit egy ápolási szemléletet szeretnék bevinni, tehát hogy azt nézzük meg, hogy kinek milyen ápolási szüksége van, és abba az adott szobába kit tudunk beilleszteni, hiszen itt együtt kell élni 2, 3, akár 4 embernek egy a szobába, és vannak közben változások, de az, hogy az egy állandó helyszín legyen, és az adott egy telephelyen ne legyen kétféle szolgáltatásunk, tehát sok-sok indokunk van arra, hogy az a gondozóházi elhelyezés miért nem jó. Csak egy példa, az első negyed évben közel 6 embernek, vagy 7 embernek jár le, ugye az az átmeneti időszaki ellátása az 1+1 év, igen, és el kell őket, vagy át kéne őket az idős otthonba helyezni, vagy haza kéne őket küldeni. Mind a kettő nonsens. Egyszerre 6-7 embert nem tudunk áthelyezni az idősek otthonába, és hát haza sem lehet vinni őket, hiszen magas ápolási szükséglettel rendelkeznek. Tehát, hogy ez egy kormányhivatali engedélyeztetési eljárás például, ami előttünk áll, de a Lengyel út 2-nek a felújítása, ha elindulna, az megint egy kormányhivatali engedélyeztetés. És akkor még van egy pár feladat más szolgáltatással is. Például ebbe az évbe el kell indítanunk újra a Hegyeshalom Idősek Klubját, hiszen a Covid előtt ott működött szolgáltatás, működött nappali ellátás. A Covid úgy hozta, hogy bezárták az intézményt. Az egy kicsit szintén az épület állaga hagyott felújítási feladatokat még az önkormányzatra. Ezek a felújítások tavaly évben elindultak, és idén tavaszra várjuk, hogy be is fejeződnek, és akkor újra kell nyitnunk például a Hegyeshalomi Idősek Klubját úgy, hogy oda humán erőforrást és ellátottakat is kell majd biztosítani. Ez mondjuk inkább egy olyan feladat, hogy a hirdetés, egy kicsit szóróanyagozni, egy kicsit tájékoztatni a lakosságot, hogy egyébként ez a nappali ellátás újra elindul, és ez egy nagyon jó szolgáltatás, és nagyon várjuk oda az ellátottakat. Tehát ilyen feladataink vannak, ami kicsit könnyűnek tűnik, de nem könnyű. Azzal, hogy főleg ugye összességében. Hogy igen, azzal, hogy a konyha például, vagy a konyhai dolgozók kikerültek az intézményi dolgozóink köréből, még most is 143 fő dolgozik az intézménybe, és a tavalyi 1,5 milliárdos költségvetésünk az nem fedezte az évünket. Nagyon sok rezsiszámlánk benn maradt, tehát nem volt teljesen időarányosan, rendszeresen nem jöttek a számlák, azokat még idén várjuk, tehát hogy egy nagyon nagy költségvetéssel és egy nagyon nagy dolgozói létszámmal működünk, 8, jelenleg 8, de a Hegyeshalomi Klubban majd 9 telephelyen, és ez abszolút hozza a napi feladatokat és a napi megoldandó feladatokat, hiszen enélkül nem lehet. És akkor az ellátottak számáról nem is beszéltünk, hogy nyilván az intézmény nagyon-nagyon magas ellátotti létszámmal dolgozik. Hát akkor nem tudok nektek mást kívánni erre az évre, mint amit tavaly is, hogy nagyon, nagyon sok erőt, egészséget és kitartást, meg azt a jó kedvet, amit te mindig hozol, hogy feladat, de az azért van, hogy megoldják, és én azt gondolom, hogy ha egy ilyen ember áll az élén, akkor ezt a kollégák is így állnak hozzá, hogy meg kell oldani. Igen, ez egy fontos mondat, tehát ezt nem én egyedül oldom meg, hanem a kollégákkal együtt oldom meg, és valamiért 2023. decemberben úgy alakult az intézmény, hogy borzasztóan kevés volt a létszámhiányunk, tehát szinte feltöltöttük a státuszokat, ilyen azért már az elmúlt időszakban ritkán volt. Évelején is úgy indulunk, hogy nagyon kevés státuszt, egy-egy státuszt tudunk csak hirdetni, és nagyon, nagyon jó csapat áll mögöttem, szakmai vezetők is, de minden egyes kollega azt gondolom, hát eltelt egy év, meg kellett, hogy ismerjenek, meg kellett érezniük, hogy én mit szeretnék, hogyan szeretném.
és azt gondolom, hogy egy nagyon jó támogató csapat áll mögöttem, csak így lehet a 24-nek neki menni, mert máshogy én ezt egyedül biztos, hogy nem tudom megoldani. Hát akkor szeretettel üdvözöljük őket is. Köszönöm. Erről a helyről, és tényleg nagyon sok erőt nektek erre az évre is. Köszönöm. Még egy mondatot, hogy ki ne hagyjam. Szóval a fenntartó, tehát mindig meg kell említeni, hiszen ott van egy térségi koordinátor, ott van a Moson-Magyarorváros önkormányzat vezetése, illetve a térségi társulási tanács, aki fenntart bennünket, és akinek muszáj támogatóan hozzáállnunk, és hát ugye én, ha felszólalok, vagy általában kérni szoktam pénzt, paripát, és nem tudom én miket, tehát hogy fegyvert, ha kell, és hogy ő nekik ezt szintén, tehát hogy úgy kell hozzáállni, hogy értik és elfogadják, hiszen minden önkormányzat egyébként a jelen helyzetben azt gondolom, hogy ugyanilyen rezsi problémákkal, ugyanilyen nehézségekkel, költségvetési problémákkal küzd, és akkor én vagyok a nem tudom hányadik a sorba, aki még kér tőlük valamit, de azt gondolom, hogy nagyon jó fenntartóval és nagyon jó kollégákkal dolgozok ott is. Ércsi, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!